Mit tudunk mondani a félelem és a gyávaság közötti különbségről? Örülök a példáinak. A félelem teljesen természetes, hiszen az embert valódi veszélyek fenyegetik. Tehát nem gyáva az az ember, aki fél valóságos sorscsapásoktól, amelyek érhetik őt, érhetik a szeretteit. Nem gyáva az az ember, aki fél betegségtől, haláltól, háborútól. A gyávasság más. A gyávasság behódolás félelmeinknek. A gyáva ember félelmeinek a kiszolgáltatottja. A bulgakovi példában legnagyobb bűnként jelöli meg Lévi Máté a gyávasságot. Emlékezzen rá vissza, hogy ettől a mondattól Pilátus összerezzen. Vagyis megijedt, hogy nevén neveztetik saját bűne. Nekem az a véleményem, hogy a gyávasság forrása bűneinknek. Kicsit módosítanék tehát ezen a mondaton. Nem önmagában bűn, hanem forrása lesz a bűnnek, amennyiben gyávasságból nem tesszük meg azt, amit meg kellene tennünk, nem mondjuk ki azt a szót, amit ki kellene mondanunk, eltűrjük azt, amit nem lenne szabad eltűrnünk, és ebből a kis felsorolásból is kiderül, hogy az esetek többségében nem mindig, de a többsége az eseteknek olyan, amikor néma és passzív bűnök forrásává válik a gyávasság. Innen a veszélye. Mert a néma és a passzív bűn nem tetten érhető, vagy nagyon nehezen tetten érhető, nem büntethető, büntetlen, névtelen marad, és teljesen egyetértek azzal, hogy a dolgok megnevezése, ami egyik nagy eszközünk, nagy fegyverünk, hogy leküzdjük az ismeretlent, amely már csak ismeretlenségénél fogva is félelmet kelt bennünk.